az alapokkal kezdték. Elindult a fiataloknak szóló halfőző tanfolyam. Megszépült a szálló. Korszerűbb körülmények várják a napsugár szálló vendégeit. Ismét lehet pályázni. Ezúttal cégek és szervezetek igényelhetnek támogatást elektromos kerékpárokra. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Február 11-e péntek van. A híradóval jelentkezünk a Bajai Televízióban. Érdeklődő fiatalokkal telt meg a Bérci Ház csütörtökön délután. A héten vette kezdetét a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete által szervezett halfőző tanfolyam, amelynek első foglalkozásán közel 30 diák vett részt. Elsőként az előkészítő munkálatokkal ismerkedhettek meg a tanulók. A halak megismerésével kezdődött a halászléfőző tanfolyam első órája. Az összesen 6 alkalmat felölelő, májusig tartó képzés célja, hogy megismertessék a fiatalabb generációt is a Hungarikum rejtelmeivel. Martonosi Attila, a rendezvény szervezője elmondta, korábban is hirdettek már hasonló akciókat a városban, ezúttal azonban nem tantermi körülmények között bővíthetik ismereteiket a részvevők. Én azt gondolom, hogy ha valami nem öntevékeny, akkor nem működik. Hála Istennek, hogy volt ennek a tanfolyamnak valamiféle vonzereje, valószínű, hogy a halászlé szeretete, ami a városnak az egyik ilyen alappillére volt, ami kiváltotta ezt a típusú jelentkezést, hiszen 30-as keretet terveztünk, és az megtelt. Tehát ma 29-en vannak itt, és csak egy fő covidos azért nem tudott eljönni. Az első órán a fiatalokat 6 fős csoportokban oktatta a Bajai Halászléfőző Egyesület egy-egy tagja. A részvevők első alkalommal a halak tisztításával és szeletelésével ismerkedtek meg. Egészen a csontig megyek, tovább már nem jövök. Az alapanyagot ezúttal is az egyik helyi üzlet ajánlotta fel. 4 gyermekes anyaként nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek ne csak pizzán és hamburgeren éljenek, és nagy örömmel csatlakoztam a kezdeményezéshez, ahol a halászléfőző bajnokok tanítják meg a gyerekeket a halászléfőzésére. A mai napon bemutató halaknak hoztunk süllőt, kecsegét, kárászt, szürkehalcsát, törpehalcsát, pontyot és csukát. Ezen az írdalást tanulták meg, és megnézték a pucolási folyamatot. A jelentkezők örömmel csatlakoztak a lehetőséghez. Virág Gellért elmondta, az osztályfőnöke ajánlotta a tanfolyamot. Engem érdekelt mindig is, hogy kell halászlevet főzni. Sajnos otthon nem nagyon foglalkoztam ezzel, viszont azért jöttem el, hogy megtanuljam halászlevet készítés folyamatait. A részvők között lányok is képviseltették magukat. Szalai Elizabeth szerint a halfőzés nem csak a férfiak feladata. Teljesen úgy gondolom, hogy a lányoknak is muszáj, vagy nagyon fontos, hogy megtanulják, hogy hogyan kell halászlét főzni, főleg itt Baján. És mit gondolsz eddig, hogy informatív volt? Igen, nagyon-nagyon hasznos volt, igazából olyan dolgokat is elmondtak, amiket eddig nem is tudtam, szóval számomra nagyon érdekes volt. A foglalkozás végén a fiatalok maguk is megnézhették, hogyan készítik a bajnokok a halászlét. A következő, március 10-i alkalommal a bogrács formájáról tanulhatnak a részvevők. A tanfolyam májusban egy vizsgával zárul, a Bajaváros halászléfőző bajnoka versenyen. Hétfőn kezdődik az országos mobil csereprogram. Az akció keretében országszerte mintegy 700 üzletben nyílik lehetőség az elavult 3G-s mobilkészülékek ingyenes cseréjére. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakmai irányításával működő program mindehhez 20 000 forint támogatást nyújt, közölte a szervezet. A közel 5 milliárd forint keretösszegű projekt során elsőként a 3G-s, májustól pedig a 2G-s készülékek leváltására lehet igényelni a támogatást, amennyiben az új eszköz legalább 4G-s adatátvitelre képes. A kedvezményt legfeljebb 120 000 forint értékű mobiltelefonok esetén lehet kérni, ezzel a hatóság elsősorban a rászorulókat szeretné segíteni. Az elavult készülékeket le kell adni a kereskedőnél, akik gondoskodnak azok megsemmisítéséről. A programban az országos üzletláncok, a mobilszolgáltatók és műszaki áruházak mellett számos kisebb kereskedés is részt vesz. Az üzletek végleges listája megtekinthető a Nemzetközi Fejlesztési és Forrás Koordinációs Ügynökség mobil csereprogram oldalán, február 14-től pedig a netrefel.hu portálon is elérhető lesz a névjegyzék.
Az enyhülő járványhelyzetnek köszönhetően egyre több rendezvényre válthatnak jegyet a bajaiak, a városba látogató turistákat emellett a szálláshelyek is korlátozások nélkül fogadják. A Petőfi-szigeten található napsugárszálló felújított környezettel várja a vendégeket, a megszépült szobákat stábunknak is bemutatták az üzemeltetők. Hangulatos környezetben a Sugovica partján várják egy, kettő vagy akár négy ágyas szobákkal a bajára látogató turistákat a napsugárszálló és kempingben. A szálláshely emeleti helyiségeit az elmúlt hónapokban felújították. A közel 1,5 millió forintos beruházás során korszerűsítették a meglévő elektronikai hálózatot. Emellett új bútorokkal is bővültek a fürdőszobával is rendelkező szobák. Ezek a legjobb kategóriánk, most ez nagyjából ez a panzió kategóriának megfelel, és a többi szobánk az turista szálló, kollégium jellegű, tehát kint van a vizes blokk, a folyosón közös használt, ugye női és férfi mosdók és vécék vannak, de természetesen tiszta, rendezett körülmények között, tehát én azt gondolom, hogy aki akár egy vízi túra után megpihenni szeretne, vagy egy osztálykiránduló csapat, akiknek az a lényeg, hogy csak legyen hova lehajtani a fejüket, nekik maximálisan megfelelnek ezek a szobák. Az ügyvezető hozzátette, a későbbiekben a kemping egészét szeretnék felújítani. A következő projekt alkalmával az éttermet szeretnék modernizálni. A turisztikai beruházásoknak nagy szerepük van egy város életében. A korszerűsítések hozzájárulnak ahhoz, hogy az ide látogató vendégek a későbbiekben is szívesen választák úti célul a Sugovica partját. Nyírati Klára polgármester korábban maga is sok időt töltött az egykori ifjúsági kemping területén. Mint mondta, örömmel látta, hogy az alacsony költségvetés ellenére is folyamatosan fejlődik a szálló. Az látszik, hogy az emberek szeretnek idejönni, hiszen gyönyörű helyen vagyunk. Tehát ennél jobb helyen, egy szigeten nem lehet lenni, viszont a források, az önkormányzat forrásai meglehetősen végesek, sőt szűkre szabottak. Úgyhogy minden tiszteletem Séfel Andráé, aki gondoskodik arról, hogy kevés pénzből és nagyon nehéz körülmények között, de ez a szálló működjön, és egyre több és több vendéget fogadjon. A jól felszerelt szállóhelyek mellett programokra is szükség van. Azok révén lehet a városba csalogatni az érdeklődőket, tette hozzá a polgármester. Nyirati Klára elárulta, amennyiben a járványhelyzet is lehetővé teszi, úgy 2022-ben egy nagyszabású rendezvénnyel készülnek július 2. hétvégéjén, amely során a régi időkre jellemző halászléfőző népünnepeit és egy modern programot ötvöző gasztrokulturális fesztivált szerveznek a belvárosban. Február 2. és 25-e között vándorkiállítással népszerűsítik a maszkajárást a város és a környékbeli települések oktatási intézményeiben, ehhez kapcsolódva pedig a 2020-as sikerek után idén is hirdettek rajzpályázatot a szervezők. A vándorkiállítás célja, hogy a Baja környéki bunyavácok hagyományos farsangi szokását közelebb hozzák a legfiatalabb korosztályhoz, tájékoztatott Drégei Turi Hedvig, a Bácskai Művelődési Központ művelődés szervezője. Emellett előre egyeztetett időpontban múzeumpedagógiai foglalkozásra is várják a jelentkező gyermekcsoportokat a Bácskai Kultúrpalotába február 23-a és 25-e között. A pályázatra február 16-áig műfaji megkötés nélkül várják a diákok A4-es vagy A3-as méretű rajzait vagy festményeit. A beérkezett pályamunkákat a rendezvény napján tekinthetik meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalotában, a Bácskai Művelődési Központ honlapján és közösségi oldalán pedig virtuális kiállítás formájában is elérhetőek lesznek az alkotások. Február 7-én hétfőn indult és pénteken zárult a klíma- és természetvédelmi akciótervhez kapcsolódó 400 millió forint keretösszegű pályázat első szakasza, amely a szállítási tevékenységet vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást végző cégeknek, gazdasági társaságoknak, valamint civil szervezeteknek nyújthat segítséget elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzéséhez. Az úgynevezett e-kárgó kerékpárok iránt már Baján is érdeklődtek. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban is az elektromos kerékpár használat. Baján a Dózsa György úti kerékpárszaküzletben évek óta segítenek a pályázatírásban és a beszerzésben azoknak a lakosoknak, akik új közlekedési eszközként ezt az alternatívát választanák. Az üzletvezetője híradónknak úgy nyilatkozott:
jelentősen nőtt a kereslet, ez főként a pályázatnak köszönhető. A február 7-én indult új támogatási lehetőségről is érdeklődtek már a városból, tájékoztatott Molnár Péter. Ez egy speciálisan teherszállító kerékpár, úgynevezett e-cargo, elektromos kerékpár, ami azt jelenti, hogy minimum 50 kg teherbírással kell rendelkezni a kerékpárnak, illetve a rásegítés csak pedál hajtás esetén, tehát nyomatékszenzoros, úgynevezett nyomatékszenzoros kerékpároknak kell lenniük. Ez úgy néz ki, hogy a bicikli meg van hosszabbítva, és középen egy ilyen rakodós rész van, ahova lehet nagyon sokféle terméket, illetve árut pakolni, és ebben lehet szállítgatni városon belül. Az e-kargóra szakaszosan a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig egészen december elejéig pályázhatnak. Míg korábban bárki élhetett a kedvezményes kerékpárvásárlással, addig a jelenleg futó programra elsősorban gazdasági társaságok, vállalkozások, valamint egyházi és civil szervezetek jelentkezhetnek. Bárki pályázhat rá, igazából a kiírás úgy szól, hogy a vétel elfele, illetve maximum 500 000 forint. Ezek viszonylag drágább kerékpárok, de minőségben nagyon jók szoktak lenni, illetve itt még lehet a pályázat mellé rakni plusz akkumulátorra is pályázatot. Ez, aki többet megy vele, és nincs ideje tölteni napközben, sokszor jó szokott lenni, mert csak ki kell cserélni az akkumulátort, és akkor lehet vele tovább menni. Ez az egy feltétele van a dolognak, illetve az, hogy 50 kg-ot elbírjon a kerékpár, ugye, mint az előbb említettem, illetve a nyomatékszenzorral működjön a rásegítés, tehát hogyha nem tekerünk, akkor ez a kerékpár nem fog gurulni tovább. Hozzátette, hogy egyelőre előrendeléseket vesznek fel. Magyarországon még csak most jelennek meg ezek a kerékpárok, amelyekből tavasszal várnak szállítmányt a bajai üzletbe is. Országos szinten csak nem 800 ilyen kerékpárt érint a támogatási összeg, ennek ellenére érdemes pályázni rá, ugyanis hasznos megoldás, és sokat spórolhatunk vele hosszú távon, emelte ki Molnár Péter. A program következő időszaka március 7-től március 11-éig tart. Baleset történt csütörtökön a Rókus utcában. A polisz.hu közleménye szerint egy 57 éves nő közlekedett autójával a délutáni órákban a Szarvas Gábor utcában, majd a Rókus utcai kereszteződésnél figyelmen kívül hagyta az elsőbségadásra kötelező táblát, így összeütközött egy motorossal. A baleset következtében a motorkerékpárt vezető 33 éves bajai férfi súlyosan megsérült. Baján kezdte el a parlamenti választás hivatalos kampányát a Mi Hazánk mozgalom. Az eseményen Torockai László, a párt országos elnöke bemutatta a Bács-Kiskun megyei 6-os számú választókerület jelöltjét. Éberling Balázs 2019 óta tölti be a polgármesteri tisztséget a Baranya megyei Homorúdon. Az eseményen elhangzott, egy új, a Szent Korona alaptörvényre épülő alkotmányt szeretnének létrehozni, emellett a jelenleg érvényes koronavírus járvány elleni védekezés elemein is módosítanának. Hivatalosan február 12-én indul az áprilisi választási kampány, így a jelölő szervezetek szombattól kezdhetik meg a jelölté váláshoz szükséges ajánló aláírások gyűjtését. A labdasportok kedvelői ezen a hétvégén is több lehetőség közül választhatnak városunkban, ugyanis a kispályás labdarúgó bajnokság mellett a BLC edzőmérkőzésére is kilátogathatnak, valamint hosszú idő után a röplabdás lányoknak is élőben szurkolhatunk. Hétvégi előzetesünk következik. A bajai bácska férfi kosarasai Pécsre utaznak a harmadik helyezett NKA Pécs otthonában. A Rád Géber Akadémiát erősíti Kollár Bence, aki korábban bajai színekben lépett pályára. A bácska esélyeit nehezíti a legújabb fejlemény is, miszerint Pongó Martin átigazolt az Újpest csapatához. A Városi Kispályás Teremlabdarúgó Bajnokság elérkezett a rájátszás első fordulójához. A mérkőzéseket szombaton és vasárnap tartják a szokott helyszínen. Ritkaságnak számít, hogy a röplabdások is hazai pályán játszanak, mivel a szezonban egy csapat csak egyszer kap rendezési jogot. Szombaton a Sugovica Sportiskola sportcsarnokában szurkolhatunk majd a bajai csapatnak.
Az U19-es korcsoporttal fogunk szombaton mérkőzéseket játszani. Bajnokság ezen fordulójában hozzánk érkeznek a vendégek, jönnek Zalaegerszegről, Győrből, illetve Szombathelyről. Reggel 10 órakor fognak kezdődni a mérkőzések a Sugovice Sportiskola sportcsarnokában, és este legalább 6-ig folyamatosan meccsek lesznek, amire sok szeretettel várunk minden nézőt. Ugyanezen a napon a BLC a negyedik felkészülési mérkőzését játssza, ezúttal a Lua csapatával. Mint ahogy azt Koch Tamás korábban elmondta, a két egyesület megállapodást kötött egymással. Ennek értelmében a Lua játékosok kölcsönadásával segíti a felnőtt csapatot a bajnokságban. Ez alkalommal egymás elleni mérkőzéssel edzik a játékosaikat a Petőfi-szigeti pályán. Következik most egy rövid összefoglaló a mai tartalomból. Az alapokkal kezdték. Elindult a fiataloknak szóló halfőző tanfolyam. Megszépült a szálló. Korszerűbb körülmények várják a napsugár szálló vendégeit. Ismét lehet pályázni. Ezúttal cégek és szervezetek igényelhetnek támogatást elektromos kerékpárokra. Kedves nézőink, péntek esti híradónk végére értünk, hétfőn este 6 órakor várjuk majd Önöket friss összeállítással. Most még elmondjuk, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, és a Duna vízállási adatai is megjelennek a képernyőn. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton többnyire zavartalan napsütés várható, csak néhány helyen élénkülhet meg az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 10 fok között várható. Vasárnap jellemzően napos időre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre érzékeny helyeken akár mínusz 10 fok köré hűlhet a levegő. A csúcshőmérséklet vasárnap napközben 6 és 11 fok között alakul.